Dékány Dávid. Az astronauta. Részlet. Anya a nappaliba hívott. Leültetett a kanapéra, és akkor mondta el azt, amit neki is aznap az orvosok. Hogy Danival valami nincs rendben. Beteg a vére, de még nem tudják pontosan, és hogy vigyázzak rá nagyon. Dani az öcsém. 7 éves. Őrhajós akar lenni a súlytalanság miatt, mert manapság gyakran fáradt. Véraláfutásokkal ébred, és tudom, hogy éjszaka csinálnak vele valamit. Hallom néha a retinák rianásait, ahogy műholdak keringenek a szemgolyói egyenlítői fölött. Hogy amíg alszik, letapossák az utolsó szárazföldeket. Beteg a vére, mondja anya. De tegnap láttam egy kórházi papírt, amire egészen más volt írva. Akut mieloid leukémia. De előttem erről nem beszélnek. Délutánonként lemegyünk a játszótérre. Én lököm a hintában, és érzem, hogy napról napra egyre könnyebb. Már elég egy kézzel is. Egyre sekélyebbek a lábnyomai a hóban, és egyre korábban sötétedik. Mi lesz, ha maga indul el haza, és egy hajszálér elpattan az orrában? A kapu ajakból a ragadozók, mert igazán csak tőlük féltem. Összegyűlnek a betegvérre is? A rémálmok szagára? Túl sok a fehér vérsejt, és kevés a vörös. De Dani azt mondja, ne aggódjak, mert amikor az asztronauták visszatérnek, bennük is. De nem tudom, lesz-e belül valaki, aki elkezdi pakolni a homokságokat az artériái falánál, ha felhorzsolja a térdét, vagy beüti a könyökét. És már mindig sapkát hord. És jobb is nem látni anélkül. És nem találnak senkit. És én reggel a villamoson úgy nézek végig a tömegen, hogy vajon ki lehetne ideális donor, mert különben már csak legfeljebb egy hónap. És én szó nélkül megölném, ha az kéne, vagy erőszakkal magammal vinném oda, ahol a csontvelő átültetést végzik. Péntek volt. Nem sokkal az ünnepek előtt. Délután mentünk volna be hozzá, de reggel felhívták anyát a kórházból. A visszaszámlálásnak vége. Az asztronauta felszállt.